Szigorítás. Hétfőtől már az éttermekben is kötelező a maszk. Újabb meghatározó, régió jelentőségű fejlesztés. 8,2 milliárdból újul meg a Békéscsabai piac. Több ezer éves leletek és erekjék. Újra kinyitottak a Tessedik Sámuel Múzeum kapui. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Három napja folyamatosan közelíti a 4000-et a regisztrált fertőzöttek száma Magyarországon, ezért nagyon fontos, hogy a hétfőtől szigorodott járványügyi szabályokat mindenki betartsa. Hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette, hazánk még mindig a járvány felfutó szakaszában van. Az országos tiszti főorvos elmondta, az elmúlt 24 órában elhunyt 70 fő között egy 28 éves férfi is volt, míg a legidősebb elhalálozott 98 esztendős volt. Müller Cecília hangsúlyozta, a maszkviselési szabályok szigorodtak, de arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosság ne a kiskapukat keresse ebben a helyzetben. Az ORFK szóvivője hangsúlyozta, ezentúl a rendőrség többet és szigorúbban ellenőriz. Gál Kristóf kiemelte, már az éttermekben, vendéglátóhelyeken és szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni. A szabályok betartásáért az üzemeltető is felelős, így attól a vendégtől, aki a felszólítás ellenére sem veszi fel a maszkot, a kiszolgálást meg kell tagadni, és fel kell szólítani a hely elhagyására. November 2-ától tovább szigorított a kormány, mostantól a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken a vendégeknek is kötelező a maszkviselés. Ha a hatóság szerint szabálysértés történik, akkor 1 millió forintos bírságot is kiszabhatnak az üzemeltetőre, sőt, akár be is zárhatják a helyet. Az éttermek és a vendégek is próbálnak alkalmazkodni az új helyzethez. A szigorítás értelmében a szórakozóhelyen, a vendéglátó üzletekben, illetve a sportrendezvények vendéglátó részein is kötelező lesz a maszknak a viselése, amelyet kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának idejére lehet levenni. Kis Róbert rendőr alezredes még múlt hét csütörtökön ismertette a maszkviselés szigorításával kapcsolatos rendelet részleteit. A kormány emellett felhatalmazást adott a rendőrségnek arra, hogy amennyiben a vendéglátóegységek nem tartják be a szabályokat és nem működnek együtt, akár be is zárhassák azokat. Ennek a békéscsabai étteremnek az ajtaján hétfő reggelre már jól látható módon felhívták a vendégek figyelmét a kötelező maszkviselésre. Forgatásunk idején pont ebédidő volt, így többen már épp az ételüket fogyasztották az asztalnál, természetesen arra az időre maszk nélkül. Az egyik vendég azt mondja, betartja az új szabályokat, de nem ért feltétlenül egyet a szigorítással. Véleményem szerint ez túlzó intézkedés, és nem biztos, hogy azt a célt érik el velük, amit szeretnének. A vendéglátóhely munkatársai mindent megtesznek azért, hogy megfeleljenek a szigorúbb rendelkezéseknek. Az étterem tulajdonosa szerint a szabályok alapján még nem egyértelmű számukra, hogy az étkezés során pontosan mikor lehet le és felvenni a maszkot. Nem tudjuk, hogy most akkor menet közben leves után fel kell venni a szájmaszkot, vagy nem kell fölvenni, vagy mi számít a kollégák szempontjából érthetőnek, hogy akkor ő rászólt a vendégre, hogy akkor már kikérted az italodat, fogyasztasz, nem fogyasztasz, már megittad, akkor most mit fog történni. Ez már egy belvárosi kávézó Békéscsabán. A vendégek láthatóan itt is értesültek a hétfőn életbe lépett szigorításokról, vagyis tényleg csak arra az időre veszik le a maszkot, amíg épp kortyolnak egyet az italukból. Úgy gondolom, hogy a szabályokat be kell tartsuk, nem véletlenül hozzák őket. Valóban kicsit kényelmetlen a dolog, de ezt most meg kell tegyük. A kávézónál úgy számolnak, hogy az új szigorúbb szabályok az egész adventi időszakban érvényesek lesznek, így igyekeznek hosszú távra tervezni. Arra kértem a kollégákat és az alkalmazottakat, hogy nagyon nagy figyelmet fordítsanak arra, hogy példát mutatva betartassák a szabályokat, hiszen ez mindenki érdeke. Azoknak a vendégeinknek, akik esetleg maszk nélkül érkeznek, raktunk félre maszkokat, úgyhogy lehetőségünk lesz majd nekik ajánlani. Természetesen minden esetben mindenkihez oda fogunk menni, és figyelmeztetni fogjuk, hogy ez a szabály, és ezt be kell tartani.
A tulajdonos szerint a maszk használat bevezetése hatással lesz a forgalomra is, de azt még nehéz megmondani, hogy emiatt vajon mennyien maradhatnak távol a vendéglátóhelyektől. A Modern Városok programban elnyert mintegy 8,2 milliárd forintból újul meg a Békéscsabai piac, jelentette be hétfőn a helyi Fidesz frakció. Hanó Miklós alpolgármester kiemelte, hogy a fejlesztés főként a békéscsabaiakat szolgálja, hiszen az árusok és a vásárlók modern körülmények között találkozhatnak majd egymással. A térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a kormány hozzájárulásával 8,2 milliárd forint érkezik 2020 és 2023 között, négy részletben a Békéscsabai piac fejlesztése érdekében. Herceg Tamás hangsúlyozta, a fejlesztés révén modern környezetben találkozhatnak majd a vásárlók és az eladók. Azok, akik ott dolgoznak, azt várhatják, hogy sokkal kényelmesebb, komfortosabb, több kiszolgáló helyiséggel ellátott térben dolgozhatnak majd. Összességében azt hiszem, hogy egészen másképpen fog kinézni, ugye itt a látványterveket látjuk, egészen másképp fog kinézni majd az a része a városnak. Békés Csaba alpolgármestere ismertette, hogy új nagybani piacot és egy háromszintes lifttel ellátott, csak nem 300 jármű elhelyezésére alkalmas parkolóházat alakítanak ki a jelenlegi parkolóhelyek területén. Egy új modern csarnok és egyben pavilon sor fog kialakulni. Lesz egy új parkolóház, ami háromszintes, lifttel ellátva, és nagyon fontos az, hogy ezáltal közelebb visszük a vevőket a piachoz, és nem fogják a ott lévő utcákat kocsikkal telirakni, hanem megfelelő környezetbe tudják a vásárlást elvégezni. A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy a jelenlegi nagybani piac helyén egy új vásárcsarnok épül, illetve részben a környező utakat és utcákat is felújítják. Egy félig fedett, félig nyitott vásárcsarnok fog kialakításra kerülni, amelynek az alapterülete megközelíti a 6200 négyzetmétert. Ez egy vasbeton szerkezetű földszintes épület lesz, passzázsokkal, kiülőhelyekkel, beszélgetős teraszokkal, tehát a nagybani piac területe így fog kinézni. A város környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka úgy fogalmazott, hogy a piac fejlesztésével Békéscsaba turisztikai vonzereje is tovább nőhet majd. Ez a délaföldi régió legattraktívabb, legszebb és legtöbb kistermelőt idevonzó piacává tud válni, és innen kezdve nem pusztán a városban élők, nem pusztán a térségben élők számára fog biztosítani kitűnő színvonalú, helyben megtermelt élelmiszereket, hanem ezentúl a turisztikai jellege is fontossá fog válni. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kivitelezőknek 10 nappal azután kell átadni a munkaterületet, miután a kormány aláírta a támogatói okiratot. A munkásoknak a szerződéskötést követően 750 nap áll rendelkezésre a teljesítésre. Együttműködési megállapodást írt alá a Rákóczi Szövetség és a Békéscsabai Szakképzési Centrum a Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumban. Az intézményben 2 hete alakult meg a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezete, amelyhez 135 diák és pedagógus csatlakozott. A szakképzési centrum fő célja, hogy a kárpátaljai szakképző intézményekkel már meglévő kapcsolatot tovább építsék, a tanulók pedig kölcsönösen megismerjék és segítsék egymást. A rendezvényen avatták fel a II. Rákóczi Ferenc tiszteletére elkészült mellszobrot is. Túri Török Tibor alkotása a Nemes Tihamér tagintézmény udvarán kapott helyet. Az ünnepség részeként Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, és Mucsi Balázs, a szakképzési centrum főigazgatója ültette el a nemzeti összetartozás fáját. A határon túli autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott kiemelte, a hazafiasság és a hazaszeretet a kulcsa a jövőnek, csak így tud a magyarság a következő 100 évben is egy nemzetként működni. Éppen ezért ez az évünk, a nemzeti összetartozás éve is, ahol a világ bármely pontján élő magyarságnak az összetartozásának a kifejezése történik, ahol számunkra a legfontosabb, hogy meghaladjuk a 20. századot, és egy olyan kárpát-medencei együttműködést alakítsunk ki, amiben
nemzetünk megmaradása, ugyanakkor ennek a térségnek a megerősítése is a legfontosabb cél. Véget ért a 44. Békés Tarhosi Zenei Napok. A Békési Református templomban Miklósa Erika operaénekes, Somogyi Tóth Dániel orgonaművész és Tóth László trombitaművész közös koncertje volt a programsorozat záró akkordja. A több hetes rendezvénysorozaton számos komoly zenei, népzenei és irodalmi program várta az érdeklődőket, amelyek közül a legtöbb ingyenesen volt látogatható. Az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő komoly zenei fesztivál sorozatán ismét kiemelt szerepet kaptak a Békéshez, a megyéhez, illetve a békéstarhosi eszmeiséghez kapcsolódó művészek, valamint leszármazottaik. A szervezők ebben az évben a zenei napok részeként fafúvós kurzus is indítottak, Puskás Levente szaxofonművész és Szabó Norbert fuvolaművész irányításával. Elég termékeny megye, úgy gondolom Békés megye, nagyon sok művész indult el Békésről. Ezeket igyekszem visszahozni a világ különböző pontjéból. Nyitottak vagyunk természetesen bármilyen jó másfajta zenére is. Nagyon, aztán nagyon nagy emberek, nagyon híres emberek megfogadtak itt nálunk, például Várdai István csellóművész is korábban. Hát törekszünk az igényes zenére. Kőtartó rovásírással, több ezer éves leletek a honfoglalás előtti időszakból, idolok és helytörténeti erekjék. Újra kinyitotta kapuit a Tessedik Sámuel Múzeum Szarvason. Az intézmény munkatársai olyan különleges tárlatokat állítottak össze, amelyek a Krisztus előtti koroktól egészen napjainkig kalauzolják el a látogatókat. Itt őrizzük azokat a régi könyveket, amit a gimnázium tanárai, régi szarvasi itt dolgozók gyűjtöttek össze. A különösen védett könyvtárrész csak egy kis része a múzeumnak, több ezer kötetet tartalmaz és csak ritkán látogatható. Az új tárlatok, az egyedülálló erekjék és leletgyűjtemények egészen az 1800-as évek végéig vezetik el a látogatókat. Ezek a különleges leletek például Krisztus előtt 6000-ből származnak, melyeket egy külön kiállítóteremben mutatnak be. Szeretnénk bemutatni ékszereket, különböző használati tárgyakat, főleg a honfoglaláskor előtti időszakból, ugye szarmaták, avarok, illetve a honfoglaláskori magyar emlékek, és ehhez kapcsolódik még ugye a rövásírásos tűtartó bemutatása. Emellett találhatóak itt emlékek Szarvasváros újratelepítéséről, néprajzáról, a törökkori várról. A település polgármestere szerint kiemelten fontos a múlt ismerete. A Tessedik iskolát épített. Ezt az iskolát bezáratták annak idején, de maradt körülötte a szarvasi oktatásnak, képzésnek nagyon sok elvetett magja, és ez kinőtt, kihajtott és virágzik is. Most pedig olyan iskolát építettünk, amelyet múzeumnak neveznek, de végtére is az embereket a múltról tanítja meg, meg a jelenről. A megújult Tessedik Sámuel Múzeum igazi kincseket mutat be a nagyközönség előtt. Teszi mindezt sokszor a 21. század technológiáját segítségül hívva. 5 gólos vereséget szenvedett a mindössze 6 felnőtt és több utánpótláskorú játékossal felálló Békés Csaba 1912 előre a szombathelyi Haladás otthonában a labdarúgó NB2 14. fordulójában. A koronavírus fertőzések és sérülések miatt tartalékos együttes a 21. percben került hátrányba, amikor Meggyes Zoltán talált a csabai kapuba. A fehérmezes hazai együttes negyed órával később Kis Bence pontos lövésével duplázta meg az előnyét. A Haladás az 54. percben végleg eldöntötte a mérkőzést. Német Milán beadása után a menteni próbáló Horvát Péter a saját kapujába talált. A szombathelyiek a 69. percben Rácz Ferenc góljával tovább növelték a különbséget a csapatok között. Az 5-0-ás végeredményt Tóth Barna állította be 11-esből a 77. percben. A csabaiak ezzel a vereséggel visszacsúsztak a tabella 8. helyére. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!